viseli majd ezen a mérkőzésen. Ugye tudjuk, hogy ebben az összeállításban vegyesen szerepelnek HFL és Divízió 1-es játékosok, tehát előfordulhat, hogy nem mindenkinek jutott úgy mez, ahogy szerette volna. Szirok Marci egyébként a bemelegítéskor azt mondta nekem, hogy ő tök simán elhagyta a mezét valahol, pontosabban a kék 15-öst, a fehér az megvan neki, úgyhogy most rögtönözni kellett, tehát hazaiak egyik legtöbbet használt elkapóját 11-esben kereshetjük most. Vári passza Takács Bencének, és az az elkapás jó, és azzal meg is van a first down. 20 yardig sikerült így előre jönni, és ez azt is jelenti egyúttal, hogy hogy sikerül kijönni a kritikus helyről, tehát a célterület közelében nyilvánvalóan egy kicsit feszélyezve érezheti magát az offense, de a következő play már a 20 yardos vonal közeléből kerül majd elindításra, és ez sokkal kényelmesebb. A kék 15-öst egyébként Pusztai Vendel viseli ezen a mérkőzésen, tehát ő neki a kettes csapatban ez a szokásos száma, tehát a neve is ott van a hátán, tehát ez ilyen szempontból nem tévedés. Rövid oldalpassz után nagyjából 9 yardnyi előrehaladás, ami nagyon szép. Második és egy következik majd. Második és 10 következik, illetve egy, bocsánat. És nagyon mélyre érkezett az a labda, hogyha jól látom, akkor Mészáros Marcinak, de jó volt az elkapás olyan térd magasságban nagyjából, és ezzel sikerült is megcsinálni az újabb first down, tehát szépen építi fel ezt a drive-ot a Cowbells. Ugye egy off-season beli hír, hogy Troy Baker egy év HFL vezetőedzősködés után elköszön a csapattól, és a helyére visszatér az a Karim Trabelsi a következő évtől, aki hosszú éveken keresztül több bajnoki címre is vezette a Cowbells, tehát mondhatjuk ezt akár úgy is, hogy helyreáll a világrendje, de az az igazság, hogy a Troy Baker által kidolgozott rendszer igencsak ígéretes támadó szisztémát hozott a hazaiakhoz, amit ezen a mérkőzésen még is láthatunk még, tehát a Troy által kidolgozott játékokat és stratégiát látjuk most ebben a támadó egységben működni, és ez idáig egész jól is sikerül építkezni. Most egy kis kakaskodás a kontaktsport mi voltjából, ennek a műfajnak adódik néha ilyen, nem kell megijedni, lecsillapodnak a felek, és azonnal folytatódhat a játék. Második és 5 lesz nagyjából. És ez egy futás, Pusztai Vendel futása, nagyon közel lesz a first downhoz, a játékvezető helyezkedéséből úgy látom, hogy még nincs meg, de nagyon-nagyon közel lesz, kevesebb, mint egy yardot kell menni a harmadik kísérletre. Szóval visszatérve egy kicsit az edzőkhöz, most mind a ketten, tehát Troy Baker és Karim Trabelsi is ott vannak az oldalvonalnál, és dirigálják a csapatot. Átmeneti tehát ez a felállás, viszont tulajdonképpen a Cowbells erőforrásainak apraja nagyja megtalálható az oldalvonalnál, és természetesen sok olyan játékosunk is itt van most, aki nem öltözött be a mérkőzésre, de nagy valószínűséggel hamarosan élesbe is láthatjuk majd őket, válogatott, illetve U19-es mérkőzésen. Ezzel a rövid kubisznékkel Vári Tamás futásával megvan a first down, és most már a 45 yardos vonal közelében a Cowbells, tehát nagyon jól építik fel ezt a támadást. Első és 10 lesz. Vári egy hosszabb passzhoz keres célpontot, első szándékból nem dobta meg. Már Takács Bence ugyanakkor el tud szakadni a rajta védekező cornerbacktől, és Takács Bence végigviszi ezt a labdát a pályán. Második elkapásából egyből TD-t szerez a Cowbells visszatérő fiatal játékosa. 6-0-ra szerzi meg ezzel a vezetést a hazai csapat, és természetesen a rúgással hozzátehetünk még egyet. Takács Bence elkapása, hogy nagyjából a 40 yardos vonal közelében kapta el a labdát, és onnan lábon tette meg a többit, tehát egy nagyon szép egyéni teljesítmény. Csani, rajtad a világ szeme! Magyar Csanád 13-as számmal, és elég Cirok Marci teszi majd le a labdát, ezzel a rúgással tehát hozzátehetünk még egy pontot az álláshoz. Beleérnek a rúgásba, de a megpattanással együtt is úgy tűnik, hogy jó.
7-0 tehát megvan a vezetés a hazaiaknak, és a kirúgás után visszakerül labda a Thundering Herdhöz. 7-0 Cowbells. Magyar Csanád kirúgása, a visszahordás a 10 yardos vonal közeléből nem indul meg egyelőre, mert a visszahordó elejtette a labdát, és amíg összeszedi a földre, addig oda is érnek a Cowbells játékosai. Nagyjából 23 yardig sikerült kihoznia, de innen igencsak hosszú drive-ot kell vezetni a vendégeknek, hogy próbáljanak faragni az álláson. 13-as számú Sean Douglas volt a visszahordó, és Tosan Memudogan vezette offense, érkezik vissza a pályára, támadhat tehát a Thundering Herd, és azok számára, akik kicsit kevésbé ismerősek a Cowbells köreiben, ugye hallhatjuk a kolompok hangját, ez ugye benne van a csapat nevében, mint az elsődleges kabalánk, és reméljük, hogy minél többen magatokhoz vesztek majd ilyen kolompot, ugye a bejáratnál a merchpultban lehet is vásárolni. Az előző sporttelepen, ahol a hazai mérkőzéseket rendeztünk, meg volt tiltva ez a bizonyos zajkeltés, de érthető módon nagyon-nagyon örülünk neki, hogy itt megtehetjük, tehát próbáljatok minél nagyobb zajt csapni, amíg a védelem van a pályán. Nekik ezzel tudtok segíteni, ugye az ellenfél támadóit és a megbeszéléseiket is össze tudjuk zavarni ezzel a hangzavarral, hangkeltéssel, szóval minél többeteknek ajánlom, hogy szerezzetek be kolompot és csatlakozzatok a kemény maghoz. Második és 3 lesz a következő játékkal. A labda 30 yardos vonalon támadhat a Herd, és megtartja magának ezt a labdát az irányító, és ezzel a futással meg lesz a first down a vendégeknek. Nem nagyon volt célpontja, és látta, hogy megnyílik a terület a bal oldalon. Ezzel körülbelül 8 yardot hozott a vendégeknek ez a futás. Első és 10 lesz. Futójáték középen, és azt sikerül lekapcsolni. 52-es száma a Magyar Ádám szerelése. Nagyon jól olvasta ezt a játékot, és tömte be a lyukat maga előtt. Körülbelül 3 yardot hozott ez a futás, még a saját tér felén a vendégcsapat. Második kísérlet következik. Kicsit alacsony volt a snap az irányítónak, de el tudja még dobni oldalra, és az elkapás jó, az elkapás utáni yardokkal pedig meg lehet a first down, a 12-es számú Chris Wedderburn elkapását láthattuk. Hát is jött, ha minden igaz, a Cowbells térfelére ezzel a Herd. Első és 10 lesz a labda a 49 yardos vonalon. Screen játékot láthattunk. És egyelőre a vendégek is szépen építik fel ezt a támadó sorozatot. Első és 10 következik. Túltöltik most a bal oldalt, a hozzánk közelebb eső oldalon 3 elkapó látható. Végül egy futójáték, illetve egy RPO játékból futás. Ugye elég sokáig tartogat a labdát az irányító, mire biztossá vált abba, hogy át kell nyújtania.
a hármas számú Ben Harokogonnak, és ezzel körülbelül 3-4 yardot sikerült jönniük. Második kísérlet következik. Sokat kivártak ennek a játéknak az elindításával, végül egy hosszú passz, és azt is úgy tűnik, hogy sikerül elkapni. Kérdés, hogy a pályán belül sikerült ez az elkapás, de úgy tűnik, hogy a játékvezetők megadják. A 12-es számú Chris Wedderburn elkapásával mehet előre a Thundering Herd, és hát itt van az a szituáció, amiről már beszéltünk korábban, hogy megengedhető, hogy egy csapat így mezőnyben kicsit magára húzza az ellenfél offenzét, de ahogy hátulról közeledik az endzone, úgy illik felkeményedni, és itt már lassan meg kellene állítanunk a vendégeket. Ugye a mezőnygól távolságon most még kívül vannak, lehet még valamennyit zárkózniuk, de itt most már arra kell, hogy játszon a következő néhány playben a Cowbells, hogy visszakapják a labdát, illetve visszajutassák az offense kezébe. Ezzel a futással viszont nagyon sokat tud előre jönni most a Thundering Herd, és lecsúsznak a védők, és sikerül bevinni a touchdown-t. Háromas számú Ben Harokogonnak. 7-6-ra zárkózik így a vendégcsapat, és az extrával ők is hozzátehetnek még egyet. Ugye az előző drive során volt egy olyan közeli szituáció, ahonnan megpróbálhatták volna berúgni a póznák közé, ami ugye 3 pontot ér, akkor nem éltek ezzel a lehetőséggel. Meglátjuk, hogy most a touchdown után mit választanak, de úgy látom, hogy visszakocog az irányító, tehát valószínűleg egy 2 pontos kísérletet választ a vendégek támadó egysége. Megpróbálják átvenni a vezetést tehát azzal a 2 ponttal, ami azt jelenti, hogy döntetlen egész biztosan nem lesz, tehát ha sikerül kivédekezni, akkor 7-6-ra továbbra is a Cowbells vezet, ha pedig megcsinálják, akkor 8-6-ra átvetik a vezetést. Kérjük a bíztatást a védőknek, hazai szurkolók, jöhet a zajkeltés. Minden olyan dolgot ér verni magatok körül, ami nem törik össze. Passzjáték, és azt nem sikerül megcsinálni. Német Marci gyönyörű védekezése, egy leütötte a labdát az ellenfél elkapója elől. Az egyes számú irányító passzát, az egyes számú védő üti le a levegőből. Azt hiszem, hogy ez így törvényszerű, vagy legalábbis így kellene nagyon lennie. Megtarthatta tehát az előnyt a Cowbells. 7-6 tehát. Offense number 34. Penalty is declined. The result of the play is no good try. Így is van, tehát volt még egy szabálytalanság is ráadásul, tehát az elkapó kicsit megpróbált helyet csinálni magának. Viszont mivel ugye nem sikerült megcsinálni ezt az elkapást, így Cowbells nem kéri a büntetést, tehát marad a 7-6-os állás, és a kirúgás után támadhatnak a hazaiak. Lapos kirúgás a Herdtől, és ha jól látom, akkor Mészáros Marci vetődik rá. Így is van, és nagyon jó helyről, a saját 49 yardos vonalról kezdheti meg a támadást a Cowbells. Elcsúgni néhány szót erről a pályáról részleteiben, amit talán még érdemes elmondani, hogy
Egy olyan méretű pályáról beszélünk, ahol még több is kijön a távolságból, mint a követelménynek számító 120 yard, tehát hogyha valaki már megszokta a Rozsnyai úti pálya méretet, ahol ugye az elmúlt években voltunk, ott az egy rövidebb pálya, ugye tudjuk, hogy a labdarúgó pályáknak nincsen pontosan megadott mérete, inkább egy ilyen tólig határ, tehát hogy 80 és 120 méter között kell lennie ahhoz, hogy rendezhessenek rajta hivatalos nagypályás mérkőzést. Ez a pálya viszont nagyobb valamivel, ezért kijön rajta 120 yard, ami azt is jelenti, hogy valamivel hosszabb támadó sorozatokat kell vezetni, mármint távolságra hosszabb, ugye korábban is egyenlő részekre osztottuk, de itt most megvan a távolság is, tehát ez a 49 yard, ez ténylegesen megvan szabálytalanság közben. Ineligible receiver downfield, offense number 79, 5-yard penalty, first down. Egy jogosulatlan elkapó, tehát rossz helyre állt föl az egyik Cowboys falember. Azt hiszem, hogy Udvardi Gyula mikrofonja bekapcsolva maradt, ezért hallottuk így a hangfalakból a sípolást. Ez a passzjáték Cirok Marci felé sikeres, és nagyon-nagyon jó az irányváltása, hogy a pálya közelébe, közepére vágva még több területet talál magának Cirok, és ezzel meg is van a first down, és sikerül átmenni a Thundering Herd területére, térfelére, tehát folytathatja a drive-ot a Cowboys első és 10-zel, és most már a 40 yardos vonalon a labda. Ezt a labdát már nem engedik elindítani. Szóval az első 12 perc le is pörgött, két szép touchdown-t láthattunk mindkét oldalon. 7-6-os hazai vezetéssel fordulunk a második 12 percre, természetesen ez a drive, ez a negyedek között folytatódhat, tehát csak egy gyors térfélcsere, az a formalitás, amit ilyenkor eszközölni kell, és utána támadhat tovább a Cowboys az ellenfél 40 yardos vonaláról, és első és 10 következik majd, tehát 7-6-os hazai vezetés. Első és 10-re egy futás, Pusztai Vendel kezében a labda. Ezzel körülbelül 5 yardot sikerül menni. Ugye ezek azok a játékok, amikkel meg kell alapozni egy hosszabb támadó sorozatot, tehát altatni a védők gyanúját a futásokkal, hogy helyet csináljunk a passzjátéknak. Második és kicsivel több mint 5 következik. Kimozog a zsebből, Vári, és érkezik egy ütés, de el tudta még dobni ezt a labdát. Nem ment jó helyre, de hát ugye nyilván nagyon ott voltak az arcába Vári Tominak. Így nincs meg az elkapás, de nincsen szabálytalanság sem. Így harmadik kísérlet következik, és kicsivel több mint 5 yardot kell menni, hogy életben maradjon ez a drive. Ugye mondanom sem kell, hogy mezőnygó távolságnak ez is kicsit távoli lenne, különösen annak tekintetében, hogy a rúgóposzt még mindig nem teljesen szilárd a Cowboysnél, tehát ez még egy olyan probléma, amit a jövő évi HFL szezon előtt még meg kellene oldani. Ugye Daniel Mark és Fóra Camillo is továbbra is sérültek, és az ő helyettesítésükkel kell most beérnünk. Vári Tomást összecsomagolják a vonal mögött, ez tehát egy szek, ezzel yardveszteség a Cowboysnél, és negyedik kísérlet következik, tehát el lehet gondolkodni azon, hogy barátságos mérkőzés lévén esetleg kockázatot vállaljunk, hiszen tulajdonképpen nem történik semmi, hogyha nem sikerül megcsinálni, ugyanakkor, ha igen, akkor az egy igen bravúros játék lehet, negyedik és hosszúra, hát 10 yardot kell menni, és marad is a támadó egység ennek szellemébe. Takács Bence és Cirok Marci a mi oldalunkon, és Mészáros Marci a túloldalon, illetve, hogyha jól látom, akkor Boros Laci is ebben az összeállításban. Vári átkéri a jobb oldalra inkább Pusztai Vendelt. Negyedik és 10-re megy neki a Cowboys. Sikerül megtartani egyelőre a védőket, ugyanakkor egy játékos csak átverekszi magát a falon.
Így tehát megint védővel az arcába kellett eldobni ezt a labdát Várinak, nem is sikerült célba juttatni, tehát az előző line of scrimmage-től most már a Thundering Herd támadásával folytathatjuk. És hát ilyenkor jöhet megint csak a szurkolás az előző védekező drive során. Nagyon szépen szurkoltunk. Jöhet a hang, jöhet a kolomb, srácok, pályán a védelem. Természetesen bármilyen más típusú zajkeltést is nagyon szívesen fogadunk, tehát lehet kiabálni, fütyülni, dudálni, kereplőzni, bármi, ami nálatok van. Ezt a kis megbeszélést is megzavarhatjuk a hangerővel, ami a pályán éppen zajlik. Első és 10 lesz, és támadhatnak a vendégek. És nem is sikerül szabályos keretek között elindítani ezt a... Így is van, tehát ez egyértelműen a közönség érdeme, tehát elszámolta magát az irányító, vagy nem hallotta a játékvezetőt, aki ilyenkor a háta mögött számol, hogy mennyi ideje van még elindítani ezt a labdát, ez tehát 5 yardjába kerül a vendégeknek. Ilyen típusú ráhatásaink lehetnek a nézőtérről egy amerikai futball mérkőzésre, egyáltalán nem sportszerű, ez a sportszerűtlenség, a sporták kultúrájához ez hozzátartozik, szóval egyáltalán nem kell zavarba lennünk miatta. Első és 10-zel, illetve 15-tel folytathatja a Thunder. Passzjáték és felperdül a labda az elkapó kezéről, de ennek ellenére úgy látom, hogy sikerült talán megtartani, így is van, tehát térdelt már az elkapó, amikor odaért a labda, de sikerült így is behúznia. Ezzel lefaragott körülbelül 4-et az előző büntetés során, elvesztett távolságból, illetve yardokból a Herd. Második és 11-jel folytathatják. Futójáték, és sikerül lerázni az első szerelési kísérletet. Végül ez a futás nem lesz elég a first downhoz, de így is hozott legalább 8-9 yardot a vendégeknek. Harmadik kísérettel folytathatják. Harmadik és 3 lesz a hivatalos mezőnypozíció, shotgun formáció, passzjáték, és nagyon becsapta az érkező védőt a vendégek irányítója, visszahúzta a labdát a feje fölül, és ahelyett, hogy eldobta volna, inkább megvárta, amíg az előtte kézilabda kapus módjára vetődő védő inkább elhalad a képből, és utána el tudta dobni a labdát, csak sajnos már nem jó helyre, így viszont 4. és 3 lesz, és hogyha jól látom a sort cseréből, akkor inkább átrugja a Cowboysnek ezt a labdát. A vendégcsapat megint csak szép védekezés és jó szurkolás a nézőtérről. Németh Marci várja ezt a labdát a backfielden. Elszáll a snap a Panther feje fölött, és megpróbálhatja még elrúgni, de addigra odaérnek a védők, és ha jól látom, akkor azért vetődnek rá a labdára, mert esetleg hozzáérhetett egy Cowboys játékos, vagy legalábbis valaki így gondolja. Ugye itt az a szabály, hogy a labda elrúgása pillanatán van, az addig labdát birtokló csapat lemond a labdáról, tehát addig, amíg a rugás és a visszahordás meg nem kezdődött, addig a vendég, illetve az addig labdát birtokló csapat már nem szerezheti vissza. Itt viszont a játékvezetőknek meg fog kelleni beszélniük ezt az esetet, hogy pontosan kiért hozzá előbb az a labdához. Ugye láttuk a Thundering Herd játékosait, hogy rávetődnek, de még nem biztos, hogy megítélik nekik ezt a labdát. Udvardi Gyula bejelentésére várunk. Kick catch interference. Kicking team number 3.
15-yard penalty, first down, home team. Na, ez így már egészen más történet, ugye abban akadályozták meg a Cowboys elkapóját, illetve visszahordóját, hogy elkapja ezt a labdát, és ugye ez egy ilyen 15 yardos szabálytalanság, tehát a Cowboysnél a labda, és 15 yarddal jobb helyről kezdheti meg a következő támadást, ami tényleg jó hely, az ellenfél térfele, körülbelül 44 yard egész pontosan, első és 10 lesz. És egy bemozdulás sikerül kikényszeríteni a védőktől, és Vári ilyenkor szabadon eldobhatja ezt a labdát egy kockázatosabb helyre is, mert a büntető yardokkal mindenképpen jól jár majd a Cowboys. Hát függetlenül úgy látom, hogy nincs teljes egyetértés, hogy mi volt a szabálytalanság. Offside, defense number 47, 5 yard penalty, first down. Így is van, tehát védő oldali bemozdulás, ami azt jelenti, hogy 5 yarddal megigazítják ezt a mezőny pozíciót, és marad az első kísérlet, tehát első és 5 lesz a következő játék. A futójáték Pusztai Wendellel, körülbelül 1 yardot hoz a Cowboys konyhájára. De természetesen ez még csak az első kísérlet volt, tehát ez is egy hasznos játék. Második és 4-et kell menni, hogy folytathassuk ezt a drive-ot. Mészáros, Takács és Cirók most a hozzánk közelebb eső oldalon, és Cirókot keresi a labdával végül Vári, és Cirók lábon is hozzá tud tenni még néhány yardot. Várjuk meg a játékvezető helyezkedését. Repült egy zászló elég későn a play után. Meg volt a first down, de meglátjuk, hogy hol a szabálytalanság. Personal foul. Block below the waist. Offense number 15. 15 yard penalty. Still second down. Szóval egy szabálytalan blokkolás miatt Cowboys oldalon a szabálytalanság, tehát igazából romlik a mezőny pozíció az előző first down helyett. Elhúzódik ez a megbeszélés, Troy Baker magyaráztatja el a játékvezetőkkel, hogy egész pontosan mi volt ez a szabálytalanság. Egyáltalán nem számazik abból semmi gond, hogyha az ilyen beszélgetéseket Karim helyett inkább ő bonyolítja a játékvezetőkkel. Minden esetre a 15 yardos büntetés ettől még él. Yardot kell megtenni a first down-t jelenti vonalag a büntetőjardok kiszámítása után, de megint csak. Time out, home team. This is their first time out. Így is van, tehát úgy tűnik, hogy a zavar a fejekben egy kicsivel nagyobb Cowboys részről, tehát inkább remaining ére time hívja a játékosokat az edző. 7:43. Tehát 7 perc és 43 másodperc van hátra fél időből. Ez az idő tulajdonképpen bármire elég lehet még. Második és 20 lesz az átbeszélés után.
Második és 20 lesz tehát. Vári kéri a labdát. Jobb oldalra tekint, és Boros Lacit kereste. Azt hiszem, hogy első ízben ezen a mérkőzésen Vári. Takács és Ciróka hozzánk közelebb eső oldalon futottak hosszú útvonalat. Előfordult, hogy valamivel jobban üresen lehettek volna, de egyáltalán nem kereste azt az oldalt Vári egyáltalán. Szóval harmadik és 20 marad, és ez egy igazán kritikus pontja lehet ennek a drive-nak, tehát ezt a játékot meg kellene csinálni, hogy folytathassuk a támadó sorozatot, és nagyon kemény nyomás, nagyon-nagyon szép védekezés. Nagyjából 2-3 yardot sikerül ezzel jönni. Második kísérlet következik. Második és 7-tel folytathatja a vendégcsapat, és eléggé lassan találják meg a helyeiket a Cowboys védői. Ezt a futójátékot elsőre nem sikerül lekapcsolni, aztán erőből végül is áttolja a labdát a vonalon a vendégek játékosa. Nagyságrendileg olyan 9 yardot sikerült hozni ezzel a futással, és meg lesz a first down, tehát folytathatja a támadást a vendégcsapat. 30 yardos vonalon belülről a következő labdával, első és 10. Passzjáték a bal oldalra, és mögé érkezett ez a labda az elkapónak, de sikerült elkapni. Úgy tűnik, hogy a kiszaladt a lába maga alól, miközben megpróbált lelassítani, hogy jó helyre jöjjön neki ez a labda. Ugyanakkor ez az elkapás ugyanúgy ér, tehát második és 4 következik, és folytatja a támadást a vendégcsapat. És most már kezdenek pontszerzés közelbe kerülni, szóval mindenféleképpen kell a biztatás a védelemnek. Hangoskodjunk a lelátón, hazai szurkolók. Második és 4, és megint csak egy futás. Magyar Ádám szerelése. Kevés lesz ez a first downhoz, de egy 2 yardot így is jönnek. Harmadik és nagyon rövid szituáció. Harmadik és 1-re egy hosszú passz fel a sarokba, és nagyon-nagyon szorosan védekeznek a vendégek elkapóján, de valószínűleg inkább az hiúsította meg ezt a passzjátékot, hogy kicsivel túldobta, valószínűleg már az oldalvonalon kívül tudta volna csak elkapni a vendégek elkapója. Minden esetre Lengyel Dávidtól egy nagyon szép emberfogást láthatunk. Negyedik és 1 lesz, és ahogy az előző drive-ok során, úgy valószínűleg most is neki megy ennek a negyedik kísérletnek a Thundering Herd. Még jobban kell a bíztatás, hazai szurkoló, hogyha itt sikerülne megállítani a vendégeket, akkor visszakaphatjuk a labdát. Negyedik és 1. Úgy tűnik, hogy sikerült kiharcolniuk egy bemozdulást. Törzsök Tamás nagyon közel ért az irányítóhoz, sikerült is megütni. Ez egy szabad játék volt, ugye? Offside. Defense number 56. 5 yard penalty. Results in new first down. Így is van, tehát a büntető yardokkal így is úgy is megvan a first down a vendégeknek, tehát ugye nem sikerült megcsinálni a passzjátékot, de ilyenkor ez nem is számít. Törzsöknek viszont sikerült odaérni az irányítóra.
ami nagyon fontos lehet a folytatásban is, hiszen láthatjuk azt, hogy a vendégek védekezésénél ez nagyon is jól működik, és hát a Cowboys védőinek egyáltalán nem szabad, hogy kihívást jelentsen a játék ezen eleme, hiszen ez az úgynevezett specialitásunk, tehát nagyon-nagyon fontos lesz nyomás alá helyezni a vendégek irányítóját, és most sikerül a play action-nel megtéveszteni ezúttal Magyar Ádámot. Sikerült odaérni a futóra, de a futó nem birtokolt a labdát, helyette az irányító futott, és ezzel sikerült megint 5 yardot hozniuk, tehát ezt most nagyon jól adta el a vendégcsapat. Második és 5 lesz, és most már a 10 yardos vonalon kapják meg a labdát, tehát nagyon-nagyon kell a jó védekezés a hazaiaktól. Futójáték középen, és azt sikerül megállítani. Nem lesz ebből first down, de olyan közel vannak, hogy akár egyből a pontra is mehetnek. A játékhívás szempontjából nem számít, szóval harmadik és 1 lesz, és kell a védekezés. Futójáték középen, és ezt most már lekapcsolják. Bánfi Misi és Blazer Frank csomagolják össze a vendégek futóját, és ezzel bizony yardveszteséget okoztak a vendégek számára. Time out, visiting team. This is their first time out. Remaining time is 3 minutes. 3 percük van tehát, hogy befejezzék ezt a támadást. Természetesen negyedik kísérlet következik megint csak, és nincs okunk arra gondolni, hogy ne mennének neki, mint ahogy eddig mindig, tehát itt kellene kivédekezni a következő játékban, és akkor ezt a 3 percet a Cowboys támadó egysége használhatná fel arra, hogy növeljék még az előnyt a félidőben. Természetesen az előny akkor is előny lesz, hogyha növelni éppenséggel nem sikerül, tehát mindenféleképpen a védekezésen kell, hogy legyen a hangsúly, legalábbis a következő játékban. 4. és 3 következik. Negyedik és 3-ra egy passzjáték, és ezt nem sikerül elkapni. Ugyanakkor egy zászló is repült a playre, és hát mindenféleképpen magyarázatot követelnek a Cowboys játékosai az ítéletre. Offense number 34, penalty is declined. Result of the play is turnover on down. First down home team. Félreértettük így az elsőre a reakciót, szóval támadó oldali szabálytalanság volt, ami azt jelenti, hogy nem érvényes ez a játék, és a Cowboyshez kerül vissza a labda, tehát 3 perc van még támadni ebben a félidőben, és 2 időkérés még a zsebben, valamint a 2-minute warning is hátra van, ugye egy extra óra megállítás, szóval ebből illene tudni kigazdálkodni még egy gyors drive-ot. Természetesen akkor is előnnyel tudunk fél időre vonulni, hogyha csak vigyázunk a labdára. Első és 10, a saját 10 yardoson belülről kezdődik meg ez a drive. És rossz a snap, Várjanak a földről kell összeszedni a labdát, de sikerül még átnyújtani a pusztai Wendellnek, őt viszont nagyjából 0 yardon lekapcsolják. Hát nyilván egy ilyen gyors drive-ba ilyen hibák nem férnek bele, tehát mindenféleképpen oda kell figyelni, és ugye ebben a szituációban a pálya közepén ért véget a játék, és az óra is pörög tovább, tehát ilyenkor mennek a másodpercek, és a következő play után, hogyha hasonló lesz, akkor le is
érhetünk a 2-minute warningig. Második és 9. Hosszú passz Takács Bence felé, és ezt sikerül elkapni. Gyönyörű nagy játék, nagyon-nagyon szoros volt a védekezés Takács Bencén, de az ember mellett is megfogta ezt a labdát. Gyönyörű játék, és hát nem véletlenül volt sikeres Németországban is, a németek szintjén is Takács Bence, szóval gyönyörű elkapást láthatunk, és ezzel több mint 20 yardnyi előrealadás. Folytatja a drive-ot a Cowboys, és ez egy szabad játék lesz valószínűleg, hiszen nagyon korán ért át a vendégek játékosa is. És több szabálytalanságot is szeretnének látni Cowboys oldalon, egy egész biztosan lesz az offside miatt. Ez 5 yardot biztosan jelent, de Takács Bencével is offside. Csináltak valamit. Defense number 47, 5 yard penalty, first down. Szóval azt a momentumot nem látták, vagy nem ítélték szabálytalannak a játékvezetők, szóval az útvonal megfutása közben Takács Bencét is leütközte valaki. This is also a 2-minute warning. The remaining time is 1 minute 59 seconds. És a játék közben túlmentünk a 2 perces határon, de ugye ez az extra óra megállítás, mint formalitás itt még ugyanúgy megvan. Szóval egy 50 valamennyi, még 59, köszönöm. Első és 5-tel folytathatja a Cowboys. Play action után egy passzjáték, de ez rövidnek bizonyul ez a labda. Mészáros Marci felé. Jól helyezkedett Mészáros, de hát közelebb kellett volna helyezkednie Várihoz ahhoz, hogy jó legyen ez a labda. Második és 5 lesz így. Passzjáték a szélre, ezt elkapni már sikerült Ciróknak, és az első szerelést is sikeresen kikerüli, és az oldalvonalon is ki tudott lépni Cirók Marci, ugye ez abból a szempontból fontos, hogy ilyenkor megállíthatja az órát a játékos a játék végén. Nagyon fontos az ilyen siettetett drive-ok során, hogy a pálya szélei felé passzoljanak, hogy lehetőséget biztosítsanak az elkapóknak, hogy kilépjenek a labdával. Ezt Cirók Marci most sikeresen meg is tette. Első és 10 lesz. Megint csak passzjáték, ezúttal a bal oldalra, de ha jól látom, akkor megint csak Cirók, és ebből a szerelésből nem tud már kiforogni. És kikéri az időt a Cowboys minden bizonnyal. Timeout, home team. This is their second timeout. Remaining time is 1 minute 35 seconds. Így is van, tehát 1:35-tel a félidő vége előtt kéri ki a második idejét a Cowboys. Második és 5-tel folytathatják az átbeszélés után. Nagyon fontos elmondani, ugye nyilván ezekről az oldalvonalon történő kilépésekről, hogy az is egy követelmény, hogy a játékos közben a pályán előrefelé haladjon, tehát Cirók előfordulhat, hogy most a védőkkel a nyakán megpróbáltott volna ki lépni erőből az oldalvonalon, de akkor, amikor az előadása már megállt, akkor ugye ez a szabály már nem érvényes, tehát úgy értem, hogy nem fogja ezzel megállítani az órát, tehát ezért is kellett azonnal kikérni, ahogy a play véget ér az időt. Egy most második és 5 lehet, és a labda az ellenfél 43-asára kerül le. Második és 5, és úgy tűnik, hogy ezúttal a játékvezetők nem engedik tovább ezt a játékot.
Ugye próbálták volna hard count-tal beugratni a védőket. Előfordulhat, hogy a Bess játékosok közül valaki hamarabb mozdult. De az is előfordul időnként, hogy annyira beugranak, hogy a játékosok mégse engedik tovább, ne legyen baleset veszély. Meglátjuk, mi volt. Offside, defense number 91. 5-yard penalty, still second down. Így is, tehát ez az utóbbi eset történt, tehát annyira korán sikerült bemozdítani a védőket a labda elindítása előtt, hogy azt már nem engedték tovább a játékvezetők. Így viszont megint csak 5 büntető yard, de még nincs meg a first down, második és 1 lesz. Takács és Cirók páros a hozzánk közelebbes oldalon, Boros és Mészáros a túloldalon, ezt a felállást hasonlóképpen csak Kanterral láttuk igen sokszor a tavaszi szezonban, tehát Takács Bence helyett Matyasz Kanter ott szélső elkapó pozícióban. Ezúttal Takácsot kereste a labdával Vári, de egy védő jobban helyezkedett, viszont nincs labda eladás, csak megállította tulajdonképpen a levegőben szálló labdát, így harmadik és 1 lesz. És hát ugye van egy olyan paramétere is ezeknek a sikertelen passzoknak, hogy ilyenkor megáll az óra, tehát nem kell kapkodni a következő játék elindításával. Variálnak valamelyest az elkapók felállásán, Cowbells oldalon, Cirókát mozgott a túloldalra, harmadik és 1. Screen pass Mészáros felé, és Mészáros ki tud forogni az első szerelési kísérletből, a második ember pedig a vonalhoz nagyon közel löki ki őt az oldalvonalon, meglátjuk, hogy sikerült-e megcsinálni. Így is van, megvan tehát a first down, ugye ilyenkor el kell dobniuk a nyalókát tartó embereknek. A felszerelés, nehogy véletlen valami baleset történjen, tehát ilyenkor kicsit nehéz innen megállapítani, de a játékvezetők megerősítették, hogy mehet tovább ez a támadósorozat. Első és 10, a labda 36 yardnál, és Ciróknak ez nagyon hosszú. Pusztai Vendel mutogatott valamit Várinak, hogy lát valamit a védelembe, vagy hogy kinek dobja, ezt innen elég nehéz megállapítani, de minden esetre Vári másban gondolkodott. Második és 10 lesz így. Vári passza a bal oldalra Ciróknak, és leütik Cirók elől ezt a labdát. A 19-es számú Sam Basher nagyon szép védekezését láthattuk. Ugye azt gondolom, hogy az előző esetekből tanult a Hörd, és most már kettőzik Cirókot végig, tehát két szekönderi játékos védekezik rajta folyamatosan. Így azért neki is valamelyes nehezebb dolga van. Ezúttal egy szép leütött passz a vendégeknél. Harmadik és hosszú szituáció következik. És még mindig azt hiszem, hogy több mint 1 perc van hátra, tehát nem kell kapkodni. De végig kellene mennünk a pályán. Rövid passz középre Borosnak, és jónak tűnt az elkapás maga kérdés, megpattant el labda a földön. Úgy tűnik, hogy igen, és a játékvezetők ezt nem adják meg. Negyedik és 10, de nagy valószínűséggel a Cowboys is ugyanúgy fennmarad, hiszen a pálya ezen területén röviddel a vége előtt ezt a kockázatot, ezt fel lehet vállalni. Negyedik és 10 lesz, és nagyon alaposan meg kell beszélni most a következő játékot, hogy mindenki tudja a dolgát a playben. Takács és Cirók a hozzánk közelebbes oldalon, Boros és Mészáros a túloldalon, ahogy már láthattuk ezen a mérkőzésen is többször, és megint csak hajlamosak beugrálni a védők, és repül is a zászló valószínűleg egy védő bemozdulásra, de ez még lehet tévedés akár. Full start, offense number 87, 5-yard penalty, still 4th down. A legjobbakkal is megesik, szóval ezúttal Cowbells oldalra bemozdulás, ami 5 yardjába kerül a hazai csapatnak. 4. és 15, de azt gondolom, hogy a 4. kísérlet szempontjából a 4. és 10 és 15 között nincs túlságosan nagy különbség, mindenféleképpen nagy játékot kell csinálni. Lássuk, hogy mit találtak ki.
érkezik a nyomás Várira, megpróbál fellépni a zsebből, és nem sikerül végül kirángatni a bokáját a szorításból, tehát visszakerül a labda a Hurthoz, és van valamivel talán kevesebb, mint egy percük, hogy végig menjenek a pályán. Első és 10 lesz. Első és 10 passzjáték a vendégektől, ugye nyilván nincs sok idejük, tehát nagy játékokkal kell előre menniük, és úgy tűnik, hogy ez a passz megvan, tehát egy nagy játékból egyből a vörös zóna kapujában találja magát a vendégcsapat. Az az igazság, hogy sajnos lemaradtam a messz számáról az elkapónak, így pillanatnyilag nem tudom megállapítani a kilétét, de minden esetre egy nagyon szép nagy játékot mutatott be a vendégek játékosa, és folytathatják ezt a támadást, és ilyen távolságból már nem is tűnik olyan kevésnek az a hátra lévő idő, tehát a védőknek kell elvinniük a hátukon a fél időből hátra lévő másodperceket. Első és 10 lesz, a labda 19 yardos vonalon, biztosuk a védelmet, hazai szurkolók, kevesebb mint egyetlen perc van hátra a fél időből, tehát ezt a néhány play-t ki kell húznunk futójáték középen, és az első szerelésre sikeresen lepattan a futó, ugyanakkor sikerül utána még visszalökni. Bánfi Misi, Fróna Levi és Magyar Csanád voltak a közelükben. Remaining time is 35 seconds. 35 másodperc, tehát a hátralévő idő, és második és 8-al folytathatja a támadást a Hurd. Ők is elég jól gazdálkodtak az időkérésekkel egyébként, ez mindössze a második volt nekik, tehát egyszer még egész biztosan meg fogják tudni állítani az órát. Minden esetre az előző hasonló szép védekezés kell a hazaiaktól. Az ötös számú Curtis Willinston egyértelműen a vendégek legtöbbet használt futója. Mindenféleképpen ki kell venni a játékból. Rögtön az első playből volt egy nagyon-nagyon nagy futása. Körülbelül 40 yard, tehát igen, robbanékony futójátékos. Második és 8. Hosszú passz fel a sarokba, és sikerült ugyan elkapni, de már a pályán kívül ezt a labdát, és valamire igen sokára play után repülnek a zászlók. Dead ball foul, unsportsmanlike conduct, defense number 58, half the distance to the goal, automatic first down. Tágan értelmezett barátságos mérkőzésnek vagyunk tanúi. Ezzel első és gól a büntetés kiszámítása után. 9 yard kell a pontszerzéshez a vendégeknek, és továbbra is nagyjából fél percük van, hogy befejezzék ezt a támadó sorozatot. Amennyiben nem sikerülne, 7-6-os Cowboys vezetéssel vonulhatnánk fél időre. Első és gól, 9 yardról. Futójáték, megint csak Williston, és őt sikerül lekapcsolni. Törzsök Tamás és Fróna Levente szerelése közösen, és ezzel yardveszteséget is okoznak a vendégeknek. Time out, visiting team. This is their final time out. Remaining time is 23 seconds. 23 másodperc tehát, és ez az utolsó időkérése a vendégeknek. Van még három kísérlet,
10 yardot kell megtenniük nagyjából, de az előző hasonló védekezéssel megúszhatjuk, és ugye azt is láttuk, hogy egyetlen egy alkalommal sem éltek azzal a lehetőséggel, amikor adta volna magát a kapura rúgás, tehát előfordulhat, hogy ezt tulajdonképpen a veszélyforrások közül ki is húzhatjuk a vendégek részéről, tehát nem valószínű az, hogy biztos 3 pontért egy mezőnygólt rúgnának, illetve biztosnak vélt 3 pontért, tehát 3 rendes támadó play-t kell kivédekezni hazai részről. Második és gól, 9 yardot kell megtenni. Passzjáték rövid, és ezt nem sikerül elkapni. Azt gondolom, hogy ez nem lehetett az A-terv ebben a játékban a vendégek részéről. Üresen volt Williston, de hát egyáltalán nem számított a labdára, tehát ezt így nem sikerült megcsinálni. 2 lehetőségük marad még ebben a drive-ban támadni. Hogy nagyjából 20 másodperc lehet hátra. És nem dobja meg első szándékból ezt a paszt. A vendégek irányítója viszont másodikból igen, már a védővel a nyakán, és ha jól látom a játékvezető kézjeléből, akkor ezt a célterületen belül sikerült elkapni, megint csak esés közben csúszva, mászva, de így is érvényes az elkapás, tehát átveszi a vezetést a Thundering Herd 12-7-re, és ugye a következő touchdown utáni kísérlettel hozzátehetnek még egyet vagy kettőt. Azt gondolom, hogy a 2 pontosra mennek most is, nincs okunk ebben kételkedni, így is van, marad az offense a pályán. Meg kell várni, amíg befejezi a védők is a cserét. És érkezik a nyomás a vendégek irányítójára, próbálja jobbról megkerülni a védelmet. Meglátjuk, hogy mit ítélnek a játékvezetők. Úgy tűnik, hogy sikerült a labdával belülről ledönteni azt a kis póznát, tehát ugye ilyen szituációban elég csak 1 milliméterre benyújtani a labda csücskét, és már az is pontot ér, tehát sikerül a 2 pontos, és ezzel ugye az előző touchdown után elveszített lehetőséget is ledolgozza tulajdonképpen a Thundering Herd, tehát 14-7-re szerzi maga a vezetést a vendégcsapat, és mivel maradt még annyi idő az órán, egy néhány másodperc, 15-20 körülbelül, ezért még egy kirúgást láthatunk a vendégek részéről. Természetesen egy nagy villanás ilyenkor sincs kizárva, azt hiszem, hogy korábban láttunk már a Cowboys részéről és a Cowboys ellen is sikeres kickoff visszahordást, és ez nyilvánvalóan ilyenkor még benne van, tehát lehet ok az aggodalomra néhány másodperccel az órán is. Minden esetre a Cowboysnek ez most egy lehetőség, tehát reméljük, hogy nagyon szép visszahordást láthatunk. Gyöngyösi Balázs vagy Takács Bence lesznek azok, akik várják ezt a labdát hátul, feltéve, hogy elrúgják odáig, ugye az is előfordulhat, hogy inkább laposan egy pattogós labdát próbálnak meg inkább a közelebb eső sorok valamelyikéhez oda juttatni, hogy abból ne legyen visszahordás. Magas ez a labda, és ezt nem sikerül megcsinálni, ugye azt gondolom, hogy a Thundering Herd azt gondolta, hogy onside kicket rúghat, de ez a labda ez nem tette meg a szükséges 10 yardot, és utána még szabálytalanságok is voltak, tehát semmiféleképpen nem kaphatják vissza ezt a labdát. Meglátjuk, hogy pontosan mi volt. Kick catch interference. Kicking team number 38. 15 yard penalty. First down. Cowboys. Tehát a szabálytalanság helyétől kiszámítva 15 yarddal jobb helyről kapja meg a labdát a Cowboys. A maradék néhány másodperc, hát szűkösen elég lehet talán 2 playre, attól függ, hogy az a 2 play az milyen. Minden esetre a mezőny pozíció az mindenféleképpen jó. Ugye tudni kell a visszahordásokról azt, hogy olyankor elindul az óra is, tehát ez mindenféleképpen egy jobb szituáció most, mint hogyha a pálya végéből kellett volna eljuttatni a labdát odáig, mert akkor az annak megfelelő idő az eltűnt volna az óráról. Így viszont 31 yardról
még néhány playre lehetőséget kap a Cowboys, és láttunk már olyan nagy játékot megcsinálni ezen a mérkőzésen is a hazaiaktól, ami itt akár a pontszerzés is elég lehet, tehát bízzunk a legjobbakban. Első és 10 lesz. Trükkös játék, Cirok Marcinak egy hátrapassz, aki onnan dobhatja előre, de Takács Bencének nem sikerült ennyi idő alatt odáig elfutni, ahova Cirok ezt a labdát szánta volna. Minden esetre érdemes volt megpróbálni. Ezzel a játékkal lepörögnek a maradék másodpercek, tehát 14-7-es vendégvezetéssel vonulhatunk félidőre, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon hangulatos, látványos mérkőzés volt, pár nagyon jó megmozdulás, szóval mindenféleképpen örülhetünk, hogy részt vehetünk benne. A félidőben mindenki figyelmében ajánlanánk a bejáratnál található büféket és futrákokat, valamint a Cowboys által szervezett kis barbecue-t innen a kommentátor állástól bal oldalra. Annak egy különleges paramétere, hogy ott ingyen van a kolbász, tehát mindenféleképpen csapjatok le a lehetőségre, és egy szűk negyed órán belül a mérkőzés is folytatódik. Jó szurkolást kívánunk a továbbiakban is mindenkinek!
Pillanatokon belül tehát folytatódik a mérkőzés, 14-7-es vendégvezetés mellett, és felhívnánk mindenki figyelmét, akinek megjött a kedve esetleg ehhez a sportághoz, hogy holnapi napon ezen a pályán a Cowbells egy toborzó rendezvényt fog tartani, tehát egy előzetes rövid regisztráció után bárki vállalkozhat és kipróbálhatja magát edzés körülmények között az amerikai futball milliójében. Van néhány erre a célra kifejlesztett gyakorlat, amivel egyrészt felmérik a jelentkezők képességeit, másrészt pedig megpróbálják bevezetni minden jelentkezőt a játékba, tehát holnapi napon délelőtt, ha jól tudom, 9:30-as kezdettel itt ezen a pályán egy toborzó rendezvényel készül a Cowbells, szóval mindenkinek, akinek van kedve csatlakozni, annak még van is rá lehetősége. A cowbells.hu oldalon utána tudtok nézni pontosabb részleteknek, ott van egy kis leírás arról, hogy mire kell számítani, és mit vállal az, aki a toborzót megpróbálná, de ettől függetlenül semmi komoly követelményre nem kell gondolni. Közben megtörtént a kirúgás, és Gyöngyösi Balázsnak egy igencsak szép 15 yard környéki visszahordása volt ebben a playben, tehát úgy nagyjából 40 yardig hozta ki ezt a labdát, és az első támadó sorozatot a második félidőben a Cowbells vezetheti. Szóval mindenkinek, akinek megjött a kedve, az csatlakozzon a holnapi toborzón résztvevőkhöz. És remélem, hogy mindenki feltöltötte a készleteket a második félidőre, tehát 14-7-es vendégvezetésnél támadhat a Cowbells. Első és 10-re egy Cirók Marci féle elkapás a vonal mögött, és lábon még rengeteget tud hozzátenni. Több is, mint 15 yardot tett meg a labdával a kezében Cirók. Ez a mezőny pozíció szempontjából olyan 13 nagyjából, de így is átjött az ellenfél térfelére a Cowbells. Első és 10 lesz, és a labda a 47 yardos vonal közelében. Volt egyébként egy személyi változás a játékvezetői csapatban is. Bodnár Ádám viszi tovább a referee teendőket. Ugye a sok bíró közül úgy lehet őt megkülönböztetni, hogy ő fehér baseball sapkát visel. Tehát a játékot vezető referee is lecserélődött. Udvardi Gyula átadta ezt a tisztséget. És egy sérülés a Cowbells részéről. Lauber Tamás marad lent egy pillanatra, de fölsegítik a játékosok, és úgy tűnik, hogy nincs komoly vaja. Hát persze, természetesen soha nem szeretnénk, hogy valaki megsérüljön, de egy barátságos mérkőzésen meg aztán pláne nem. Úgyhogy tulajdonképpen nincsen tétje, és igazság szerint csak a játék öröméért vesz részt minden játékos. Második és 9. Play action után egy passzjáték Takács Bence felé, és Takács Bence befelé vág, ahol sikerül is kikerülni a két védőt, aztán viszont lebirkózzák, és egy igen veszélyes szerelés. Szerencsére Bencének nincs baja, ugye fogta egy védő a lábát, miközben egy másik meg rávetődött, és ilyenkor tudnak történni dolgok, szerencsére ezúttal semmi probléma. Közel volt a first downhoz, de még nincs meg, így harmadik és fél kell körülbelül az előreladás megtartásához. Szép blokkot láthattunk a fal jobb oldalán, és Ciróknak ez a passz jó. Ezzel tükörsimán megvan a first down, és igen, közel 24 yardig sikerül menni. Folytatja a támadást a Cowbells, tehát első és 10 lesz. Első és 10 lesz, a labda a 27 yardos vonalon, kipöccinti oldalra Pusztainak Vári. És ebből sikerül körülbelül 2 yardot hozni, ez egy read option játék volt, Vári a saját magának bal oldalra első külső linebackert olvasta, és hogyha ő elzárta előtte a területet, akkor inkább mégsem lábon oldja meg ezt, így kipöccintette Pusztai Vendelnek oldalra. Második és 8 lesz.
így végül is többet sikerült kihozni belőle, mint hogyha Várit ott lekapcsolták volna a vonalon nullán. Kicsit oldalra érkezett a snap, de el tudja dobni. Takács Bencének viszont ez egy kicsit hosszú, és azt gondolom, hogy nem csak hosszú, hanem kicsit oldalra is érkezett, tehát csak a vonalon kilépve kaphatta volna el ezt a labdát. Viszont ebben a szituációban meg lehet ilyesmit próbálni. Harmadik és 8 lesz, a labda 24 yardos vonalon. Vári passza középre, és megint csak Takács Bencét kereste a labdával, de neki legalább még egy lépés kellett volna ahhoz, hogy ezt kényelmesen elérje. Így nincs meg tehát, és negyedik kísérlet következik, és úgy látszik, hogy a Cowbells szintén nem gondolkodik el rúgáson. Mezőnygó távolságnak ez mondjuk úgy, hogy határeset lenne, de azért meg lehetne próbálni. Sikerül beugratni a védőket, de ezúttal nem engedi tovább a játékvezető. Így 5 yardnyi büntetés kiszámítása után mehető neki még egyszer. Offside. Defense 21. Unabated to the quarterback. 5 yards penalty. Fourth down. Negyedik és 3-ra egy passzjáték, és itt megint csak egy kis meg nem értés volt az offense tagjai között. Tóth Ákos lett volna a célpontja Várinak, de ő is egészen máshová futott, mint ahová ezt a labdát Vári dobta. Tóth Ákos eddig nem kapott még lehetőséget a mérkőzésen, tehát nem tudhatjuk, hogy őt milyen tanácsokkal látták el az edzői stáb tagjai azelőtt, hogy pályára küldték volna ebben az összeállításban. Minden esetre ezt a paszt most nem sikerült neki célba juttatni. Ez ugye sikertelen negyedik okán visszakerül a labda a Thundering Herdhöz, és a saját 20-asukról próbálhatnak meg támadni és növelni az előnyüket. Jöhet a bíztatás ugyanúgy, ahogy az első fél időben már nagyon-nagyon jól megmutattátok, srácok. Első és 10 lesz. Billingston a motionben, egy futás a bal oldalra, és ezt végül is nem sikerül megkerülniük a falat. Magyar Csanád érte utol a vendégek futóját, aztán Bánfi Misi zárta el a szöget, szóval ott nem volt hely. Viszont van egy szabálytalanság, meglátjuk azt, hol látták a játékvezetők. Personal foul, face mask, number 3 offense. Half the distance to the goal. Repeat first down. Így is van, tehát a jó védekezésen felül még egy büntetést is berámolnak. Persze ebben az esetben a kísérletet megtarthatja a Thundering Herd, viszont igen, csak hátra szorulnak, tehát az ilyen távolságból már nem is tudják kiszámítani az ilyenkor járatos 15 yardot, hanem a meglévő távolságot felezik meg, így a 10 yardos vonalon kapja meg ezt a labdát a Herd, és 20 yardot kell menni ahhoz, hogy meglegyen a first down, és hát ez egy nem kifejezetten safety veszélyes szituáció, mert azért az a 10 yard az egy elég nagy távolság, de történhetnek csodák, szóval biztassuk a védelmet. Megint csak egy futás, megint csak a vendégek hármasa, és ezúttal Németh Marci csinálja meg a szerelést. Ben Harokogan kapta ezt a labdát, körülbelül 3 yardot hozott a vendégek számára, hogy talán annál egy kicsivel többet is, 4-et. Második és 16 lesz így. Passzjáték a jobb oldalra, és nagyon üresen van az elkapó, és sikerül is elkapni ezt a labdát, majd végül Magyar Csanád viszi le a földre. Ezzel a nagyjátékkal viszont igencsak sok yardot szerez
a Hurd, kivéve, hogyha a szabálytalanság anulálja ezt a nagy játékot, ugye hátul az irányító magasságában fekszik egy zászló, ez ugye lehet az is, hogyha a passz eldobása után későn ütötték meg az irányítót, igazság szerint a szemünkkel a labdát követtük valószínűleg a legtöbben, tehát nem vagyok egészen biztos abban, hogy ez a szabálytalanság, ez a vendégeket sújtja majd, de meglátjuk. There was no foul on the play. Semmi, tehát érvényes ez a hosszú elkapás, és ezzel átjönnek a Cowboys tér felére egész pontosan a 35 yardhoz a vendégek. Második és 10 lesz, illetve elnézést, első és 10, csak hát kell még állítani a túloldalon a jelzőtáblát. Így is van, első és 10, labda a Cowboys 35-ösén, támadhatnak a vendégek, jöhet a bíztatás, hazai szurkolók, ne legyetek szégyellősek. Rossz irányba fordul az irányító, hogy átnyújtsa a labdát a futónak, és ezért vészmegoldáshoz kell folyamadnia, és még a pályán belül leviszik. Lengyel Dávid 29-es számmal csinálta meg ezt a szerelést. Azt mondhatjuk, hogy elég szépen mentette a mentetőt a vendégek irányítója, Memo Dugan. Máshová várta a futójátékosát, és így el kellett menekülni a védők szorításából. Második és 7 lesz. Futójáték középen, és ezzel erőből sikerül előre menni, nagyjából 5-5. Azt gondolom, ez egy igencsak szokatlan felállás egyébként a Cowboys szurkolói számára, tehát ami egyáltalán nem megszokott ebben, az az, hogy ilyen középső futásokat tényleg erőből és testtömegből meg tudjon csinálni egy csapat a Cowboys védőivel szemben. Hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy ez egy rögtönzött felállás, tehát ez nem a HFL csapat, és tulajdonképpen nem is tisztán a Divízió 1-es második csapat, hanem egy ilyen kevert felállás. Ennek köszönhető az is, hogy például Magyar Csanádot látjuk a védelembe, vagy például Pézsa Bencét 32-es számmal. Mondjuk Pézsától ez kicsit kevésbé szokatlan, hogy már a tavaszi felnőtt bajnokság során is kipróbálta magát védekező falemberként, és igencsak jól játszott a harmadosztályba a Rebels Old Boys színeiben. Time out. Visiting team. First time out. Remaining time 6 minutes and 50 seconds. Ez pedig már nem is először a mérkőzésen, a közönség érdeme, hogy sikerült megzavarni ennek a labdának az elindítását. Ugye a Hurd játékosok nem hallották ilyenkor az utasításokat, tehát nem tudták pontosan, hogy mi a dolguk a következő játékban, és így inkább kikérte az időt az irányító a pályáról, tehát ő az, aki tisztában volt azzal, hogy nem biztonságos ilyen körülmények között elindítani, de ugye természetesen ők úgy, hogy még vezetnek, úgy igazság szerint jobban megéri nekik inkább normálisan megbeszélni a következő játékot, ami egy harmadik és 3-as szituáció lesz. Szóval visszatérve egy kicsit a védőkhöz, tehát láthatunk olyan harcokat is ebben az összeállításban, akik vagy szokásos pozíciójukban játszanak, vagy csak ebben az összeállításban furcsa egy kicsit a szerepeltetésük, de hát nyilvánvalóan valamennyire mindenki bevethető minden poszton, ami a testalkatának megfelelő. Most pedig egy labdaszerzést láthatunk, hogyha minden igaz, kell még egy kézjel a játékvezetőktől, de Frona Levi óriási szekje, és ennek következtében kipattant a labda, amire aztán Bánfi Misi és Törzsök Tamás vetődnek rá, és ez egy nagyon-nagyon szép munka a védőfaltól, illetve Frona Levi linebackertől. Visszakerül a labda a Cowboyshez, és a saját térfelükről vezethetnek egy egészséges 70 yardos drive-ot. Nagyon-nagyon szép védekezés, tehát még egyszer Frona Levi, a szek, valamint Bánfi Misi és Törzsök Tamás, akik összeszedték ezt a labdát. Gyönyörű védekezés. Illegal substitution. Defense, 12 men on the field. 5 yards penalty, still first down.
Úgy látszik, hogy sikerült megzavarni a vendégek védőit, tehát eleve egy 12 ember tartalmazó összeállítás érkeztek a pályára, és nem számolták meg magukat, viszont hogy az egyik játékvezető rögtön azzal kezdi a felállás előtt, hogy megszámolja pályára érkező játékosokat, így sikerült kiszúrni a szabálytalanságot, és ez 5 yardjába kerül a vendégeknek, került. Első és 5-tel kezdheti meg a támadást a Cowboys. Vári átküldi Pusztai Vendelt a bal oldalára. Vendel futása középen, pedig nagyjából 0 yardot ér most. Vendel kapott egyet egyébként az első félidő legelején az arcába, és a félidőben a mentősök egy kicsit lekezelték, kapott egy kötést az arcára. Ugye nyilván a sisak miatt ezt innen nem annyira láthatjuk, de mindenféleképpen kellemetlen helyen van, az is lehet, hogy egy kicsit a légzésben is akadályozza, tehát ezért lehet az, hogyha Vendel most nem 100%-os, vagy legalábbis egy kicsit zavartatja ez a sérülés. Mészáros Marci elkapásával megvan közben a first down, és ezzel lehet menni. 44 yardnál körülbelül a labda, vagy talán 42-nél egész pontosan. Kicsit magas a snap, de sikerül lejátszani a play action-t, és Vári Tomi kipöccinti oldalra ezt a labdát. Pontosabban, ha jól láttam, akkor egy hátrapassz dobott ki Mészáros Marcinak, és ugye a hátrapasszokról azt is kell tudni, hogy a vonal után is érvényesek még, tehát előre passz az, amiből csak egy lehetséges egy játék során, és azt is a line of scrimmage mögül kell csinálni, de amint fellépett a zsebben Vári, már látta, hogy üresen van Mészáros, és egy hátrapasszal át juttatta neki a labdát, és ezzel volt meg az ismételt first, de nagyon szépen kivitelezett trükkös játék, amit akár a játék közben is lehet improvizálni. Cirók Marci elkapásán. Hogy nagyságrendileg olyan 6 vagy 7 passz szállhatott Cirók felé, és abból mindössze egy volt, ami nem volt sikeres, tehát tényleg egy nagyon jól működő összjátékról beszéltünk most ezen a meccsen. Harmadik és incsek lesz a következő, feltéve, hogy elindíthatják a labdát, de azt hiszem, hogy most egy időkérés lesz, vagy valami, csak meg kell várni, amíg a játékvezetők engedik, hogy elindítsák a labdát, szóval meg volt a first down. A labda 35 yardos vonalon. Vári megint bal oldalra tekint, és megint csak Cirók, és az elkapás jó volt. Szerelés következtében kitépték a kezéből a labdát. Ez egy igencsak szoros szituáció egyébként, mert ugye van egy olyan szabály, hogy illetve egy olyan kritérium az elkapásnak, hogy kell legalább egy-kettő lépést tenni a labdával a kézben, hogy mindenki számára biztos legyen az, hogy az a labda birtoklás az már megvan az elkapónak, és ő irányítja a labdát tulajdonképpen, tehát az, hogy előre mozdul, ezt úgy fogalmazza meg a szabály, hogy egy futball mozdulatot kell tenni a labdával a kézben, és hát ez egy elég ködös megfogalmazás, de nyilván a bírók értetően el szokták magyarázni a maga idejébe, hogy hogy van pontosan betartatva a szabály, és hát előfordulhat, hogyha ennél speciálisabb technika is rendelkezésre áll, akkor esetleg meg lehetett volna nézni egész pontosan, hogy mennyi idő telt el Cirók elkapása és a szerelés között, de itt kénytelenek vagyunk a bírók szemmértékére hagyatkozni, tehát ők megítélték a Thundering Herdnek ezt a labdaszerzést, így meg is kezdhetik a támadást. Passzjáték hosszan, és ezt az útvonalat nem sikerült befutni a 7-es számú Pete Logrennek. Elnézést, kézzel írott a jegyzetem, és ez nem a saját kézírásom, szóval lehetséges, hogy félreolvasok néhány nevet, de nagyon bízok benne, hogy sikerül majd a vendégeinket legalább annyira leítatni a mérkőzés után, hogy már ne legyenek megsértődve. Minden esetre második és 10-es szituáció következik. Alacsony a snap az irányítónak, és oda is érnek a védők, és nagyon-nagyon keményen becsomagolják Memo Dugant. És
Cowboys játékos, egész pontosan Magyar Ádám áll föl a labdával a kezében, most viszont orvosi segítséget szeretnénk kérni az egyik Hurd játékoshoz. Sőt, hogyha jól látom, akkor az irányítóhoz megpróbál feltápászkodni, de semmiképpen sem kellene sietetni, várjuk meg inkább a mentő ápolókat. Nem kérnek végül ápolást, a vendégek irányítója, tapsot kérünk és jobbulást kívánunk. Reméljük, hogy annak megfelelően nincs is semmi probléma. Ugyanakkor vitatárgya lehet még az, hogy mi is történt pontosan, mert a Cowboys játékosok mutogatták, hogy labdát szereztek a szek következtében, de egyelőre ennek még nincsen jele. Minden esetre a következő játék elindításánál meglátjuk. Az irányítónak minden bizonnyal le kellene mennie egy játékra, ugye ilyenkor az ápolásokkor, vagy hogyha lemarad egy játékos, akkor legalább egy play-t ki kell hagynia, ugye azt gondolom, hogy az az, ami pillanatnyilag még nem tiszta a vendégeknél, hogy hogyan oldják meg nélküle a következő játékot, de azt gondolom, hogy ilyen esetekre is fel lehetne készülve, kap egy direct snapet, egy futó, vagy esetleg egy wildcat formációt megnéznek. Minden esetre harmadik és 13, és továbbra is megvan a labda a vendégeknél. Azt gondolom, hogy nem többet, mint egy játékot fog kihagyni az irányító, ugyanakkor ezt nem sikerül elindítani, és megint csak az volt, hogy ha az első számú irányító helyére beállt Pete Logan, rossz helyre kérte a futóját, másik irányba fordult a labdával, miután kapta a snappet. Minden esetre meglátjuk, hogy visszatérhet-e azonnal az első számú irányító. Minden esetre ezzel igencsak sok yardot veszített a vendégcsapat. Negyedik és 22 környékén vannak, és azt gondolom, hogy ez az a mezőnypozíció, amikor el kell pántolni egy csapatnak a labdát, tehát nem kell sietetni a sérült irányító visszaállítását sem, viszont kellenek a játékosok, hogy mindenki elfoglalja pontos helyét ebben a formációban. Ugye mindössze csak egy pántot láthattunk az első fél időben a vendégektől, és azt sem sikerült tökéletesen kivitelezni, szóval most valamivel szervezettebben oldja meg ezt a Thundering Herd. Ebből a rugásból nincs visszahordás végül, úgy nagyságrendileg a 37 yardos vonalnál biztosítja a labdát a vendégek hatosa, Garrett Pullen, és innen támadhat a Cowboys. Sikerült tehát kivédekezni ezt a drive-ot. Maradt tehát a 14-7-es vendégvezetés. Első és 10 lesz, hosszabb passzhoz keres célpontot, Vári végül Tóth Ákost keresi a labdával, de kellett volna neki még legalább két jó lépés ahhoz, hogy el tudja csípni ezt a labdát a levegőben. Második és 10 lesz. Ugye nyilvánvalóan ezek a barátságos mérkőzések, ezek félig meddig kiváltanak egy előszezonbeli találkozót is, tehát ezekben a szituációkban van lehetőség egy kicsit kísérletezni, kipróbálni egy-két olyan embert, aki amúgy valamivel kevesebb lehetőséget kap a magasabb szinteken, tehát lehet variálni elkapókkal, vagy bármilyen más pozícióban jelenlévő játékossal. Pusztai Wendell futásával meg lesz a first down. Nagyon szépen kivitelezett játék, és szép blokkokat is kapott Pusztai. Ezzel sikerül egészen 48 yardig előre jönni, első és 10 lesz. Ismételt futójáték, de ezúttal jobban olvassák Pusztai Wendell mozgását. 21-es számú Fabrizio Cargiulo. Elnézést, hogyha egyáltalán nem így kell kiejteni a nevét. Második és 10 lesz így.
rövid oldalpaszt Ciróknak, és ő még ki tudja mozogni az érkező védőket. Mészáros Marci is kiosztott egy blokkot. Így tudunk előre haladni. Ez a párosítás, illetve összjáték még mindig működik. 6 yardot hozott ez a futás egész konkrétan, illetve szélső passzjáték. 3. és 4 lesz. Sikerül megint csak kikényszeríteni a szabad játékot. Eldobja hosszan Vári, és Takácsnak sikerül elkapni ezt a labdát. Ja, megint csak ki kellett ráncigálnia egy védő szorításából magát. Offside. Defense number 20. Penalty is declined. Result of the play is first down. Így is van tehát ennek a hosszú passznak a kivitelezésével jobban jártak a Bears, mint ahogy a büntető yardokkal jártak volna, tehát folytathatják a támadást, és a bejelentésből azt is megtudtuk, hogy lepörgött a 3. 12 perc, tehát a 4. negyedre 14-7-es Thundering Herd vezetéssel fordulunk, és támadhat a Cowbells mélyen az ellenfél térfeléről. Még egyszer reklámozzuk egy kicsit a toborzó rendezvényt, ami holnapi napon esedékes. Keressétek a Cowbells internetes elérhetőségeit, ahol további részleteket is megtudhattok, de elég annyit előjáróban elmondani, hogy holnap 9:30-as kezdés itt ezen a pályán, és egy kis előzetes regisztráció után már részlet is lehet venni a gyakorlatokban, tehát holnap új játékosok toborzása itt ezen a pályán a Cowbells részéről. Gyertek minél többen, 1. és 10 lesz, támadhat a Cowbells. Takács Bence elkapásával megint csak lehet menni, körülbelül 9 yard, screen passból kapta ezt a labdát, és tulajdonképpen a teljes távot már lábon tette hozzá Bence, körülbelül 9 yard, közel lesz a first down, de még mindig csak 2. kísérlet, szóval lehet itt még variálni. 2. és 1. Oldalpassz, és Tóth Ákos 3. célbavétele sem sikeres. Közelítenek hozzá, tehát ez a labda már ott volt a kezei között, de a következő lehetőséget is meg kell ragadnia. 3. és 1 marad így. Pusztai Vendelt pedig kőkeményen lekapcsolják. Öt yard veszteség így nagyjából. 4. és 5. De természetesen nincsen semmi ok a Cowbellsnek arra, hogy innen helpántolja ezt a labdát. Mezőnygólna kicsit messzi lenne, azért meg kell próbálni, teljesen vétető döntés. Tétmeccsen is az lenne az edzői stáb részéről. 4. és 5. Vári próbálja beugratni a védőket, ez a taktika korábban is igencsak jól működött. A büntető yardokkal is meg lehetne a first down nagyjából. Passzjáték, és Takács Bence nagyon-nagyon üresen van ezzel az elkapással. Megvan az ismételt touchdown. 13-14-re zárkózik így a Cowbells, és látunk egy zászlót sajnos a füvön. Reméljük, hogy nem fogja elvenni ezt a gyönyörű nagy játékot a hazaiaktól. Takács Bence elkapásából ettől függetlenül semmit nem von le. Meglátjuk, mi az ítélet. Personal foul, Chablock, offense 75-79. 15 yards penalty, fourth down. Rendkívül kellemetlen szabálytalanság, ugye ez a bizonyos chop block, itt arról van szó, hogy két támadó falember blokkol egy beérkező védőt, és ez egy sérülés veszélyes szabálytalanság, tehát arról van itt szó, hogy az egyik támadó falember alul, a másik pedig felül létesít kontaktot a védővel, és itt ugye ez baleset veszélyes, tehát ezért a lehető legsúlyosabb büntetéssel szankcionálják a játékvezetők, tehát 15 yardot ér, ezzel
sajnos anulálják azt a TD-t, amit Takács Bence csinált. Az ő érdemeiből természetesen ez semmit nem von le, viszont ezt a negyedik kísérletet már nem próbálja meg a Cowboys, és Magyar Csanád rúgásával visszakerül a labda a Hurdhöz. És a Cowboys szempontjában jó irányba pattan, hogyha ott sikerülne lekapcsolni a játékost, akkor igen, csak hosszú drive-ot kellene vezetni a következőkben. A Hurdnek viszont szabálytalanságok is voltak, ugye ott elég gyorsan slalomozott a védők között. A vendégek visszahordója, és ilyenkor be tudnak csúszni rossz irányból rossz ütések. Meglátjuk, hogy pontosan mi az ítélet, de minden esetre ahhoz képest, hogy majdnem elszállt a snap Magyar Csanád feje fölött, ez még egy kifejezetten jó punt. During the return, illegal block in the black, back. Number 23, return team. Half the distance to the goal, first down. Szóval ez egy vendégoldali szabálytalanság, hátulról történő blokkolás, ugye itt arról van szó, hogy azok a játékosok, akik labda nélkül avatkoznak be a játékba, azok test a test ellen csak szemből tartatják vissza egymást, és ez az, ami nem teljesült, és ezért a szabálytalanság. Nagyon mélyről kell kihozni ezt a labdát. A vendégeknek ugye ebben a szituációban akár még egy safety-t is elképzeltünk, ugye ez az a bizonyos ilyen amerikai futball öngól tulajdonképpen, hogyha a célterületen belül visznek le egy labdát birtokló játékost, akkor az két pontot jelentett a védelemnek. Ebből a távolságból akár még egy ilyen is benne lehetett volna pakliba, viszont a vendégek egy szép futójátékkal kijöttek a veszélyes helyről, így 15 yardtól folytathatják ezt a támadó sorozatot, és első kísérlet következik most már. Futójáték középen, és nem sikerül ki rángatni a csuklóját a védő szorításából a vendégek játékosának, de aztán lábon magával vonszolja a védőt is még néhány yardra. Ezzel ismételt first down a vendégeknél. Nagyjából a 27 yardos vonalról folytatják a támadást. Futójáték ismételten, Törzsök Tamás és Fróna Levi csomagolják össze a futót, aki viszont nagyon szívós, nagyon sokáig állva tudott maradni, és még kitaposni néhány yardot ebből a játékból. A játék ezen elemében nagyon jók a vendégek, nagyon jó állóképességük van, és fizikálisan erőből képesek megoldani az ilyen játékokat. Ebből most nincs first down, viszont hasznos yardok a vendégeknél. Második és 4 következik körülbelül. Nyilván idő az továbbra is van még, tehát egy labda birtoklásnyi különbséget le lehet dolgozni a hátralévő nagyjából 10 percben, tehát egyáltalán nem kell kapkodni. Pihenhetnek a védők, a támadók ez alatt a drive alatt egy kicsit. Minden esetre meg kell majd tudni állítani a vendégeket pontszerzés nélkül ahhoz, hogy sikerüljön megfordítani a mérkőzést. Ebből a futásból meg lesz a first down, így is van. 39 yardig jön előre így a Hurd. Első kísérlet következik. Ezt a kis megbeszélést is meg tudjuk zavarni a lelátói zajkeltéssel. Használjuk ki a hangunkat, srácok, nagyon sokan vagytok, aminek mi nagyon-nagyon örülünk, hogy eljöttetek, és reméljük, hogy jól érzitek magatokat. Tegyük oda magunkat mi is a mérkőzésbe, vegyük ki a részünket a védekezésből. Első és 10 play action után passzjátékhoz keres célpontot a vendégek irányítója, és van is egy jó elkapás a félpályánál ezzel a Hurd, a 12-es számú Chris Weatherburn elkapása.
szépen kivitelezett játék, különösen annak tekintetében, hogy kifejezetten sokáig tartogatta a labdát az irányító, tehát ennyi ideje általában nem tud lenni biztonságosan a zsebben egy irányítónak, de jelen esetben jó védelmet kapott a támadó faltól. Első és 10 félpályánál a vendégcsapat. Futójáték középen, és erre kőkeményen odalépnek a védők. Fróna Levi állítja meg ezt a futást, és egy egészen minimális negatívban lesznek ezzel, tehát yardokat veszít a Hurd, még hogyha nem is olyan sokat, de több mint 10 yard kell a következő játékból, mert egy második kísérlet következik, tehát azért vannak még lehetőségek a vendégeknek, viszont telik az idő, tehát hogyha szeretne visszafordítani a Cowboys, akkor mindenféleképpen szükséges lesz most már arra játszani, hogy visszakapják a labdát, és nem engedni jobban magukra a vendégcsapatot, és ez a play action, ez most nem működik a vendégeknél. Megtartotta volna magának az irányító a labdát, de addig odaért a peszrás. Bánfi Misi és Fróna Levi megint csak. És ha jól látom, akkor Boros Laci is fent van most ebben az összeállításban a védő oldalon. Ez egy teljesen szokatlan felállás. Minden esetre itt is kipróbálja magát a hazai a kiváló tight endje. Harmadik és 15 lesz így. Az előző szek során is veszített távolságot a Hurd. Lássuk, hogy sikerül-e itt megállítani őket. Nagy valószínűséggel ebben a mezőny pozícióban elpántolnák a labdát, tehát mindenféleképpen meg kell tudni állítani ebben a playben. És ebből majdnem egy interception születik. Nem ette meg a play actiont egyáltalán a Cowboys védelme. Fróna Levi egy elég nagy pofont ki is osztott az irányítónak, és ott volt ez a labda Magyar Ádi kezei között, de nem sikerült magához húznia, viszont így is egy jó, hatékony védő munkát láthattunk, és Németh Marci visszahordó pozícióban áll föl a következő játékhoz, hiszen átrugja a labdát a Hurd. És elszáll a snap a Panther feje fölött, és próbálja a földről összehozni, és ott még sikerülhet visszahordani azt a labdát, meg volt a blokk, és nem sikerül ugyan visszahordani, de nagyon-nagyon jó mezőnypozíciót biztosít így a Cowboys számára a special team. A hármas számú Butkai Dániel vetődött rá végül is a labdára. Nagyon-nagyon jó mezőnypozíció a 10 yardon belülről. Támadhat a Cowboys, és most már az egyenlítésért próbálhatja meg a következő támadást. Ki is használják az időt, hogy átbeszéljék a következő játékot. Első és gól lesz. Első és gólos szituációban 9 yardról kell neki menni, és egy irányítócsere a hazaiak részéről. 12-es számú Szabó Tamás érkezett a támadó egység élére. Ő ugye normál esetben a második csapat irányítója a divízió 1-ben, de egyébként elkapóként nagyon hasznos játékokat mutat be a Rebels Old Boys színeiben is a harmadosztályban. Szabó Tomi passza, Círók Marcinak sikeres, ezzel sikerül
közelebb merészkedni a gólvonalhoz, de így is kell még körülbelül 6 yard, és egy harmadik kísérlet következik majd. Láthattuk ebben az összeállításban a 22-es számú csendes Marcelt is, akit szintén nem látunk még ezen a mérkőzésen running back pozícióban. Az első kísérletre ő kapta ezt a labdát, meglátjuk, hogy hogy tud beszállni a játékba a Pusztai Vendel cseréjeként tulajdonképpen. Ezt most nem sikerült szabályosan elindítani. False start. Number 2 in the offense. 5 yards penalty. Still third down. Harmadik és gólos szituáció, és Szabó Tamásnak nem abban az ütemben érkezett a snap, ahogy számított volna rá, konkrétan fejbe dobta a labdával a center. Előfordulhat, hogy sikerült a labdát kirugdosni, vagy kilögdösni az oldalvonalon, miközben itt a tömörülés volt, és próbáltak rávetődni, de hát ez egy nagyon komoly elváltás. The ball was never in possession of any player. It's a fumble leaving the field backwards. Fourth down. Ez annyit jelent tehát, hogy mindössze csak yard veszteséggel jár ez a Campbell számára, tehát senki sem tudott rávetődni a labdára, minden esetre igencsak hátraszorul így a Cowboys, és hogyha szeretnék visszafordítani az állást, tehát ebből a drive-ból is pontot szerezni, akkor ezzel a negyedik kísérlettel is kezdeni kellene valamit, és ennek megfelelően nem marad is az offense a pályán. Hosszú passz Takács Bence felé, és ez az elkapás, ez jó. Egyelőre nincsen kézjel viszont. Azt lesz fontos eldönteni, hogy Takács Bence a pályán belül kapta el ezt a labdát. Ugye a játékvezető elsőre úgy mutatta, mintha ez a vendégek labdabirtoklása lenne. Így is van, tehát szépen kivitelezett játék volt, csak egy egész kicsit ment rossz helyre, és így Takács Bence kisodródott az elkapás közben a pályáról. Ugye tudjuk azt, hogy ezen a szinten nem NFL szabályok szerint folyik a játék, tehát egy lábbal bent lenni is bőven elég lenne, de itt ebben az esetben nem sikerült ezt abszolválni, tehát mondom ezt mindenki azok kedvéért, akik az NFL-en szocializálódtak, és esetleg ilyet most látnak először, szóval az egyetemihez hasonló szabályok szerint játszunk. Nem teljesen egyezik meg azzal a szabályrendszerrel sem, természetesen, de sokkal közelebb áll hozzá, mint az NFL-hez. Most viszont szabálytalanság. 12 men in the huddle, half the distance to the goal, first down. Ezt a futást 0 yardon sikerült végül is megállítani, szóval közben itt megfejtettük, hogy pontosan mi is volt az előző play vége, szóval az az elkapás és a bentmaradása sikerült is, csak ugye mivel, hogy gólra kellett volna menni, tehát first down már nem lehetett a mezőnyben csinálni, ezért nem volt érvényes, illetve ezért volt sikertelen a negyedik kísérlet, tehát a gól, itt a gólvonal ebben az esetben a first down vonallal egyenlő, és ugye ez okozza azt is, hogy milyen mezőnypozícióból támadhat most a vendégcsapat, szóval elnézést a tévedésért, de kicsit értelmeznünk kellett tudni, hogy mi is történt.
Safety veszi a szituáció, de futással megint csak megoldja a vendégcsapat. Ebből nagyjából meg lesz a first down, így is van, körülbelül 11 yardig sikerült kijönni. Folytathatja a támadást a Hurd. Ebből a futásból sincsen előre haladás. Nagyjából nullán sikerül lekapcsolni. Mi történt? Adjön! Ki kell színi? Gyere ide, hajrá! Második és 10-zel folytathatja a vendégcsapat. Two-minute warning. Remaining time from a game is exactly 2 minutes. Tehát a két játék között lepörgött az óra 2 percig. Ugye elég sok olyan játékot láthatunk ebben a negyedben, ami a pálya közepén ér véget, és ilyenkor ugye eltelik az idő. Passzjáték, és abba sikerült beleérni, ugyanakkor még jó lehetett volna egy elkapónak. Bravúros elkapás lehetett volna, hogyha megvan, de nincs. Így 3. és 10. És ki kell védekezni, hogyha szeretnék még a maradék 2 percben visszakapni a labdát, már pedig ez nem lehet kérdés. Ugye beszélünk többször is arról, hogy barátságos mérkőzés, meg ilyesmi, de nyilván ennek a sportágnak nagyon-nagyon szorosan hozzátartozik a természetéhez az a fajta versenyszellem, amikor ilyen helyzetben sem engedi el egy csapat a lehetőségeit, ami még megvan. Tehát harmadikra ki kellene védekezni ebben a mezőny pozícióban, minden bizonnyal elpántolná a Hurd, és egy rövidet lehetne még támadni a maradék 1.5 percben. Vannak még időkérések, én igazság szerint nem nagyon emlékszem egyik csapat részéről sem időkérésekre a másik fél időben, tehát azzal lehet még gazdálkodni. Ezzel a futással viszont meg lesz a first down, úgyhogy egyelőre nincsen labdabirtoklás csere. Egészen a 30 yardos vonalig jön ki így a Hurd. Time out. Home team. Remaining time is 1 minute and 42 seconds. Első és 10 lesz az újratervezés után. Futójátékkal folytatja a Hurd. Ugye nyilvánvalóan ebben a szituációban ő nekik az áll érdekükből, hogy minél több idő tűnjön el az óráról. Rávetődtek a Cowboys játékos erre a labdára, de nagy valószínűséggel azután pattant már csak ki a futó kezéből, hogy lent volt a földön. Home team. Second time out. Remaining time is 1 minute 32 seconds. 1.32, tehát átrélő idő, és a Cowboys a második idejét kéri ki.
a második fél időben, ugye ez azt jelenti, hogy még egyetlen egyszer meg tudják majd állítani az órát, ez azt jelenti ugye a vendégcsapat részéről, hogy kell még first down ahhoz, hogy ki tudják térdelni a maradék időt, mert máskülönben a Cowboys kikéri az időt, és tulajdonképpen folytatódik a mérkőzés, tehát nem tudják abba hagyni, de minden esetre a vendégcsapat nagyon szeretné már befejezni, és ezért is ezek a középső futások megtartani ezt a 14-7-es vezetést. Futás középen, és ezzel sikerül is meglógni, két védő még lohol a vendégek futójának, Willingstonnak a nyakába, végül Lengyel Dávid csinálja meg a szerelést. Ezzel viszont nagyon is közel lesznek, tehát van még egy időkérés a Cowboysnél, de megvan az a first down, amit szerettek volna, és ha jól számolom, akkor ez már egy kitérdelhető hátralévő idő. Egy ilyen térdeléskor 40 másodperc pörög le az óráról, tehát most nekik 4 lehetőségük van erre, abból egyet a Cowboys elvehet. Tehát elég lehet az idő, hogy térdeljenek, és ezt is mutogatják a játékosok az oldalvonal mellett, hogy erre megvan a lehetőség. Ugye valószínűleg a Cowboys oldalvonalánál is tudják azt, hogy kikérhetik azt az időt, de minek, mivel elég lehetősége van térdelésre a vendégeknek. Minden esetre most egy normális támadó playhez állnak fel, tehát egyelőre nem úgy tűnik, mint akik térdelnek. Hosszú passz fel a sarokba, és abból nincs elkapás, illetve azt mutatja a vendégek játékosa, hogy van, és ez újabb touchdown a vendégeknél, néhány másodperccel, play-jel, lehetőséggel a félidő vége előtt. Tehát, ha jól számolom, akkor ez 27-re növeli a vendégek előnyét, és természetesen ezután is lesz még lehetőségük extra pontot rúgni, vagy 2 pontosra menni. Nem hiszem, hogy most kezdenének rugdalózni, szóval egy 2 pontost megpróbálnak még hozzátenni. Meglátjuk, mit sikerül ebből. Azért nem kellett volna sört hozni. És ebből egy szek születik, nagyon szép védő megmozdulás Törzsök Tamástól, így a mérkőzés vége előtt, tehát marad a 27-es vendégvezetés, és minden bizonnyal ez lehetett az utolsó támadó play a mérkőzésen. Van még egy kis idő, nem tudom, hogy a Cowboys szeretne élni vele, vagy inkább kitérdelik ők maguk, de természetesen ez a 2 labdabirtoklásnyi különbség, ez ennyi idő alatt már nem behozható. Gyöngyösi Balázs és Takács Bence lesznek a visszahordók, akik várják ezt a labdát hátul. A vendégeknél meg kisebb zavar a pozíciók megtalálásában. Minden esetre most már elindíthatják majd ezt a labdát. Ja,
Ezúttal egy nagyobb rúgás, és a minden igazi Gyöngyösi Balázs visszahordását láthatjuk, a 30 yardos vonal közeléből indul, és Gyöngyösi középen majdnem meg tudott szökni, így is a 30-astól a félpályáig jött előre, tehát egy nagyon szép visszahordás, és meglátjuk, hogy akar-e valamit kezdeni a Cowboys ezzel a maradék egy perccel. Szabó Tamás érkezik vissza a irányító pozícióba, meglátjuk, hogy akarnak-e még csinálni valamit, minden esetre behívja a play-t a huddle-ben. Nem volt túlságosan hosszú ez a megbeszélés, de az elkapók ettől függetlenül elfoglalják a helyüket a széleken. Első és 10 a félpályáról, passzjáték, és az túlságosan rövid. Gyöngyösi Balázs lehetett volna a célpont. Hát a mögé kapta ezt a labdát. És hát nyilván a sikertelen passz, mert most áll az óra, tehát a lehetőség még továbbra is áll. Második és 10 következik. Második és 10, megkergetik a védők Szabót, sikerül elindítani Cirok felé a jobb oldalon. Őt viszont elkergették az ideális pozícióból a védők. Rövidnek bizonyult így ez a dobás. Harmadik és 10. Harmadik és 10, kimozog a zsebből Szabó, és megütik a dobás pillanatában, és úgy látszik, hogy nincs sérülés, de elég rossz ütemben kapta ezt az ütést, kicsit lenn is maradt az irányító. Közben a pályához ott ítélet egy sikertelen passz, tehát a vendégek játékosai próbálták meggyőzni a játékvezetőket arról, hogy ők labdát szereztek, de hivatalosan nem. Minden bizonnyal ez az utolsó időkérése lehet a Cowboysnek. Time out. Home team. Their last time out. Remaining time is 9 seconds. 9 másodperc tehát. Nagyjából egy játékra elég lehet ez, ugye ebben az időben, hogyha félpályáról indul a játék, akkor beleférhet az, hogy végigfussanak az elkapók a pályán, és megpróbáljanak egyből egy úgynevezett Hail Mary paszt egyenesen az end zone-ba. Nyilván ez is egy olyan dolog, amit egy ilyen mérkőzésen csak úgy mértne alapon meg lehet próbálni. Minden esetre egy ilyen játék során eltelik az a maradék 9 másodperc, tehát minden bizonyal az utolsó játékot láthatjuk. És per vagy, az is még egy hasonló ilyen helyzetekre tartogatott vészterv, hogy esetleg hátrapasszokkal, ilyen rögbihez hasonlító játékstílussal megpróbáljanak végigmenni a pályán. Ugye hátrapasszból bármennyi szabályos egy play során, ugyanakkor rendkívül nehéz szervezett módon, szabálytalanságok nélkül kivitelezni egy ilyen játékot, szóval nem igazán szokott sikerülni még a legmagasabb szinteken sem, szóval meglátjuk, hogy melyiket választott a Cowboys. Így sajnos semmelyiket, tehát ezt a passzrást nem tudta megfogni a Cowboys támadófala. Földre viszik Szabó Tamást a vendégek játékosai, és ha minden igaz, akkor ezzel lehet vége a mérkőzésnek, de a játékvezető egyelőre még megadja a labdát a Hurdnek, szóval úgy tűnik, hogy nem pörgött le ez idő alatt 9 másodperc. Sőt, sokkal kevesebb, tehát 5. Viszont ezt a játékot most már azt hiszem, hogy ki fogja térdelni a vendégcsapat.
így is van, victory formation, tehát letérdelhet a labdával a kezében az irányító. És ezzel ér véget a mérkőzés, tehát 27-es vendéggyőzelem születik. Cowboys történetének első hivatalos hazai pályás mérkőzése. Vendégek győzelmével ér véget, és hát ezzel a meccsel tulajdonképpen el is köszönhetünk a külföldi csapatok ellen játszott mérkőzésektől, amiből ebben a bajnokságban, illetve ebben a szezonban már 3 is volt, ugye a HFL szezont a Kiev Capitals csapata ellen sikerült megkezdeni, aztán a CFL Cup keretein belül a Moszkva Spartans csapatával is játszottunk, és most a Thundering Herd-el, tehát egy relatíve ritka alkalom, hogy 3 külföldi csapatot is vendégül láthatunk. Ezeken a mérkőzéseken egyébként 2-1 a csapat mérleg, a HFL szezonnyitó a Kiev ellen egy győzelemmel ért véget, aztán a moszkvaiak ellen egy szoros vereséget sikerült betudni, elszenvedni, szóval győztek az oroszok, és ezzel tulajdonképpen kiestünk a CFL Cupból. Ez egy olyan rövid, alapból egyenes kieséses bajnokság, tehát ez volt az egyetlen mérkőzésünk ennek a versenysorozatnak a keretein belül az évben. Minden esetre a Thundering Herd elleni barátságos mérkőzés. Én azt gondolom, hogy jó hangulatban, tehát láttunk nagyon szép játékokat, és az új nézők is ízelítőt kaphattak abból, hogy milyen ez a játék, mire kell számítani a pályán, természetesen tétmeccsen, és az abszolút első osztályú játékosok részvételével ettől színvonalasabb játékot is láthatunk majd. Minden esetre egyelőre a figyelmünket továbbra, illetve a továbbiakban az U19-es bajnokságra összpontosítjuk, ahol még egyszer elmondom, címvédőként fut neki a Cowbells, tehát tavaly a Debrecen Gladiators elleni 9-6-os győzelemmel bajnoki címet ünnepelhettek először a junior korosztályban a mieink, és ebből az összeállításból nagyon-nagyon sokan fognak kiöregedni ebben a szezonban, tehát nagyon-nagyon sok játékosnak az utolsó szezon, U19-es szezonját láthatjuk idén, 4 alapszakasz mérkőzésen, ugye 2 hazai, 2 idegenbeli találkozó lesz majd, 29-én a Miskolc Steelers otthonában kezdődik majd meg a bajnokság, aztán október 12-én lesz az első hazai U19-es meccsünk idén, ahol ezen a pályán a Debrecen Gladiators csapatát fogadjuk, illetve hivatalos nevükén most már Deac Gladiators csapatát, és hát igen, ugyanúgy bajnokeskiesként vágunk neki a szezonnak, mint ahogy az előző is igen, csak jól sikerült, szóval aki szeretné még azokat a játékosokat még egyszer az U19 keretein belül a pályán látni, az mindenképpen tekintse meg ezeket a mérkőzéseket, olyan nevekről beszélek, mint Golit a Zoltán például, vagy Kelemen Marcel, vagy Dániel Márk, vagy például Radványi Peti, csupa olyan kiöregedő félben lévő meghatározó játékosa az U19-nek, aki 2000-ben született, és idén léphet pályára ebben a korosztályban utoljára. Valamint aznap, azon az október 12-én napon később lesz a magyar felnőtt válogatott mérkőzése Európa-bajnoki keretek között a Spanyolország válogatottja ellen a Hidegkuti Nándor stadionban, szóval mindenféleképpen úgy időzítjük a mérkőzéseket, hogy aki szeretné mind a kettőt megtekinteni a helyszínen, annak erre lehetősége adódjon, hogyha minden igaz, akkor 12 órási kick-off-fal kezdődik majd meg az akkori U19-es találkozó, és 17 óráig kellene átérni majd a Hidegkuti stadionba. Szóval mindenkit nagy szeretettel várunk. Visszatérve ehhez a mérkőzéshez, tehát még egyszer 27-es Thundering Herd győzelem, és Cowboys játékosok megköszönik egy kis pacsival és egy kis ünnepléssel a nézőknek, hogy ilyen szép számmal kilátogattatok a mérkőzésre. Reméljük, hogy az éles mérkőzéseken is minél többetekkel találkozunk majd, és szépen sikerül majd berendezkedni ezen a sporttelepen, és rendkívül komoly dolgokat élhetünk majd meg itt együtt, szóval hamarosan U19-es, aztán tavasszal pedig felnőtt korosztályos bajnoki mérkőzések várhatóak, és még egyszer beszéljünk a holnapi toborzónkról is, ami mindenki számára holnapi napon esedékes, aki kedvet kapott ehhez a sportághoz. A Cowboys internetes elérhetőségein láthatjuk
Látottuk erről részleteket, de 9:30-as kezdettel itt a helyszínen is tájékoztatok. Bűfűre alkalmas cipőt és sportolásra alkalmas meleg ruházatot hozzatok magatokkal. És Balog Joci, a Cowboys elnöke átnyújtja a Whiskey Bowl névre keresztelt barátságos mérkőzés kupáját, fődíját. Egész pontosan Katie McMasternek, a Thundering Herd vezetőedzőjének. Innen is gratulálunk, és még egyszer nagy tapsot kérünk a vendégeknek, 27-es győzelem, és természetesen aki ráér még, az mindenféleképpen maradjon egy kicsit ünnepelni, egyrészt megismerkedhetek a vendégcsapat játékosaival, másrészt itt a kommentátor állástól balra a kolbász, amíg el nem fogy, addig sütünk, tehát aki nem siet, az mindenféleképpen maradjon, és részt vehet egy kis ünneplésen, meg egy kis meet and greeten a csapattal, tehát éljetek a lehetőséggel. Még egyszer gratulálunk a Thundering Herdnek, hogy 27-re tudtok győzni ezen a mai barátságos mérkőzésen, és ha minden igaz, akkor úgy látom, hogy egy közös fényképre is sor kerül a két csapat játékosai között. Még egy nagy tapsot szeretnénk kérni a csapatoknak. Köszönjük, hogy ilyen szép számmal kilátogattatok a mérkőzésre. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és reméljük, hogy minél többetekkel találkozunk majd az éles találkozókon is, illetve a holnapi toborzón. Tehát holnap toborzó, itt ezen a pályán 9:30-as kezdettel. Szeptember 29-én a Miskolc Steelers otthonában kezdetét veszi az U19-es bajnokság, és az első U19-es hazai mérkőzés még egyszer október 12-én. Még egyszer köszönjük, hogy kilátogattatok a mérkőzésre, jó utat hazafele, jobbulást a sérülteknek, köszönjük a figyelmet, sziasztok!